Napközis vándortábort szervezett a Sajómenti Civilek Egyesülete. A 40 fős gyereksereg minden nap más és más településen szervezett programon vett részt. A programot a települések sajátosságai szerint állítottuk össze, melyben szerepet kap a mozgás, az ismeretszerzés, a vetélkedő, a színjátszás mellett a sport is, mondta az egyesület elnöke. Igazándiból nem csak Sajóhoz egy táborról kell beszélnünk, ez egy nagy egyesületi szervezés, a Sajómenti Civilek Egyesületének szervezése, melyben 6 falu tartozik. A Sajók az a székhelye, a Sajók az a központja, de hozzátartozik egy Sajói Bánka, Vagna, Hét és Sajók Beled, valamint Sajók Valdót, ez egy 6 falu csoportosulás. És igazán még a Sajók az egy táborban itt most, a nem csak Sajók az egy vannak, hanem a többi faluból is, és úgy terveztük mi el, hogy napkoz is vándortábor. Úgy próbáltuk összevállalni, pontosabban a mindenhol az elnökségi tagok úgy választották az ilyen programot, amivel nekik mindenféle lehetőségeik vannak. Vadnán kezdődött a program, és majd Sajógargócon holnap pénteki nap folyamán lesz vége ennek a vándortábornak. Itt a lényeg nem csak az, hogy a környező településeket megismerjék a gyerekek, hanem az, hogy barátságokat is kössenek, amivel reméljük, hogy majd a későbbiek folyamán még erősödnek ezek a barátságok. És a különböző település nagy hangsúlyt fektetnek az, hogy megismerjék a település nevezetességeit, az, hogy miről híres a település, és hogy mivel foglalkoznak, és a néphagyományok is szó esett, és az is megismerkedhettek a gyerekek. Különböző kézműves foglalkozások voltak, sport, mint lehet hallani itt a háttérben is. Elfoglalták a színes programokkal a gyerekeket, és nagyon jól érezték magukat, és lehet látni az arcukon is, hogy mennyire élvezik a játékokat. A tábor pénteken este Sajógargócon ért véget, a záró rendezvényen felléptek a résztvevő települések művészeti és néptánc csoportjai. Hogy érzitek magatokat a táborban? Hát én nagyon jól. Én is. Milyen programokon vettetek részt eddig? Hát szoktunk játszani, kimegyünk a hegyre, mint Vadnán is. Mi volt eddig a kedvenc programod, mi tetszett a legjobban? Az, hogy kimentük a Várhegyre. Tavaly részt vettetek-e a táborba, illetve tervezitek-e, hogy jövőre is részt vesztek? Igen. Tavaly én nem voltam, de jövőre is megyek.